Hány autót törtek össze és használtak el a Knight Rider forgatása alatt? Ezek az autók hogy voltak átalakítva? És milyen motor duruzsolt bennük? Hogy csinálták meg, hogy két sofőr nélkül menjen? A katapultülés létezett valójában? Hogyan vált az autóm gonoszszá? Hol volt helyileg a gomb, ami az SPM-et kapcsolta? Hé, tesó, kérdésekre válasz? Érdekel? Tessék végignézni a videót, minden ki fog derülni! Azt mondják, a mai modern világban az információ az egyik legnagyobb érték. Ha ez igaz, én ma Knight Rider szempontból bazi nagy értéket fogok átadni. Mindkét könyvet elolvastam a kulisszatitkokról, hogy neked már ne kelljen. A Knight Rider 40. szülinap videó alá sok olyan megjegyzés érkezett, hogy rengeteg kérdés maradt megválaszolatlanul. Miért nem 30 perces a videó? Ezek inkább ilyen technikai jellegű kérdések, ami a forgatással, az autóval kapcsolatos. Ezeket szeretném most megválaszolni, amit tudok, a könyvek segítségével, meg azzal a tudással, ami a kitépítés óta eltelt 11-12 év során így rám ragadt. De hagyjuk is a rizsát, vágjunk bele rögtön a közepébe, az itt a mögöttem lévő műszerfallal. Soha semmilyen autóban, ami a forgatáson járt, nem volt annyira működő műszerfal, mint nekünk a replikáinkban. Nem volt ilyen. Az első évadban látható olyan, hogy világít egy LED sor, egy számkijelző. Sőt, a harmadik évadban az újabb, már egy tévés műszerfal be is kapcsol, miközben kocsiban van. Világítanak a ledek, működni látszik minden, de a kilométer óra 907-et mutat állóhelyzetben. Ennyire komplexen, mint ahogy ezekben minden LED, minden mutató, minden számérték működik, olyan soha nem volt. Persze nem csak a szám nagy, én ezt bizonyítom is. Mutatok pár képet, ami látszik, hogy Hasselhoff előtt a forgatási autóban nemhogy ledek, működő ledek, semmilyen ledek, matricák voltak. Igen, az első részben valóban látunk egy komplett műszerfalat. Amikor Hasselhoffnak bemutatják a kocsit, beleül, és úgy néz ki, mintha az autóban lenne a műszerfal, minden működik, bekapcsol, két térd is van, kormány, az a stúdió műszerfal. Más néven Stage Dash. Ennek volt az a szerepe, hogy működjön. A kamera a beszédet, a kilométerórát, a fordulatszámot, a ledeket, a tévéket ugyan ezen az egy darab műszerfalon vette fel, egy stúdióban, a műszerfal mögött fekete posztó, fekete háttér, soha nem mondtad meg utólag, hogy az nem a kocsiban van, mert el akartad hinni, mert ezt adták el neked. Tudom, most leromboltam pár ember álmát, de hát... Bocsi, ez az igazság. Michael Sheffé, a tervező, aki kit külsejét és a komplett belsejét is kitalálta, ő nyilatkozta, hogy áramról, tehát nem 220-ról, mert kint 110 van, de 110 voltról működött. Potméterekkel lehet... ez félreérhető. Potméterekkel lehetett állítani a kilométer óra állását. A fordulatszámot, mint hogyha úgy néznek, hogy most aztán pörög a motor. Minden ledet tudtak szabályozni, a tévéket. Ilyen egyszerű. Hogyan tudott kit a 80-as évek elején önvezetni, sofőr nélkül haladni? Nos, nem számítógépes trükk, nem távirányításos verzió. Egy nagyon egyszerű dolog, amit manapság is sokan megfogadhatnának, gondolkodás és tervező munka. Építettek egy speckó ülést, amelynek a támlája mögé be tudott ülni valaki, a támla két részen ki volt lukasztva, azon előre tudta dugni a kezét, melyekkel megfogta a legalsó állásba állított pici körkormányt. Az üléstámla nyílásába beletettek egy plexit. Ezen keresztül az emberke előre ki tudott látni, a kamera viszont nem látta őt. És most jön a poén, hogy a kamerának oldalról se látszódjék emberünk, ezért letakarták egy üléskárpit színével megegyező kárpit anyaggal. Nem mond, hogy nem zseniális. Később ezt a komplett ülésszerkezetet áttették a jobb oldalra, hogy amikor az önvezető kit megérkezik, Michael be tudjon ugorni, és simán tudjanak tovább menni együtt. A komplett kormányzást lánccal vezették át a jobb oldalra, a pedálokat meg ugyanúgy, mint egy tanulóautó. Többször láttam már megjelenni ilyen véleményeket, hogy autók százait törték össze, meg használták el a forgatáshoz. Nem. Konkrét számot senki nem tud. De a forgatás alatt nem csak az összetört, hanem a megmaradt autók számát nézve, és tényleg Joe-ék nagyon-nagyon sokat nyomoznak ebben az ügyben, tehát ezek alapján úgy tűnik, hogy
21 és 25 közötti autó volt, amit összesen felhasználtak a filmhez. Az infóhoz szorosan kapcsolódik, hogyan is voltak elosztva az autók. Volt egy autó, az úgynevezett Hero Car, hősautó, aminek mindig gyönyörű szépnek, tisztának kellett lennie, mert ezt mutatták az összes jelenetben, amikor Hasselhoff kiszállt vagy beszállt, és erre nagyon vigyáztak. Vigyázniuk is kellett, mert hogyha a Hero Carnak bármi baja van, akkor a forgatás megáll. Sok jelenetben láthattuk, hogy kit átszáguld a nevadai sivatagot. Gyakorlatilag porfelhőt húz maga után, az autó színe nem látható annyira poros. Ám amikor ezen az útnak a végén megérkezik a közeli kocsmába, az autó gyönyörű, frissen mosott, csillog-villog, mintha por nem is létezne. Na ez volt a Hero Car. A második évad vége felé, amikor már több autóval tudtak dolgozni, nem csak 3-4-jel, akkor volt egy backup Hero Car, egy úgynevezett tartalék is, ha mégis bármi baja lenne a szép autónak, legyen rögtön ott egy másik. Aztán volt egy insert car, ez egy ilyen belső autónak is nevezhetnénk, ez kívülről akármilyen is lehetett, mert mindig belső jeleneteket láttunk benne, tehát hogyha Hasselhoff és mondjuk a partner benne ülnek a kocsiban, akkor ezt ebben forgatták. Ez kívülről tök mindegy, hogy nézett ki, akár lehetett törött is. Amikor például megérkezik a gyönyörű, szép, csillogó, villogó autó, az még a Hero Car. Amikor már azt látjuk belülről mondjuk a jobb belső ülésből, hogy Hasselhoff beszáll, az már egy másik kocsi, az insert car. Ebben volt a műszerfal, ebben voltak a belső jelenetek. És persze a legtöbbet nyüstölt kategória a stunt car, tehát a kaszkadőrautók. Ezekben pici kormány, a fékek át voltak alakítva, tehát meg lehetett úgy csinálni, hogy csak az első fék, illetve csak a hátsó fék fogjon. Ezek általában kikönnyített autók voltak. A nagy motoros verziók, ezeket használták az ugratásra, a törésre, a falon áttörésre. Ezek kapták legtöbbet az élettől, és ezek mentek tönkre leghamarabb. A kaszkadőrautós témához kapcsolódik a gumikaszni története is. Amikor már hiába volt sok autójuk, de megunták, hogy állandóan minden ugratás után elejejavítás, kitört kerékjavítás, ajtóhorpadás javítás. Szóval kicsit megunták a sok-sok melót, kitalálták, hogy csináljunk gumiból egy gyakorlatilag egy kabátot, amit rá tudunk húzni az autóra, és ha ugrat, leér, nem baj, ha ripityára törik, nem fog látszani a gumiból lévő fekete kabát, megvédi, és a néző nem veszi észre a sérülést. Nemrég vált biztossá az az info, ami eddig csak úgy pletyka szinten terjedt, miszerint a gumikaszni alatt nem csak Firebird-öt használtak, hanem volt egy Volkswagen bogár is. Micsoda? Ami valójában nem bogár, hanem a bogáron alapuló beach buggy-nak az alvás szerkezete motorral, futóművekkel, és szépen pontják kerekek lettek rátéve, ugyanúgy a kiddisztárcsákkal, akkorára lehet megnagyobbítva a vászszerkezet, mintha tényleg egy Firebird lenne rajta, és erre simán rá tudták húzni a gumikasznit, és nem került annyi pénzbe a javítás. Ez még izgi kérdés, sokat megkapom élőben én is. A katapultülés létezett valójában? Hiszed vagy nem, de az én autómban benne van. Nem mondtam, hogy az igazi. A forgatási autókban maga a kilövős ülés igen létezett, de nem úgy, ahogy látjuk. Ez a jobboldali ülés alatt egy a kocsiból könnyen kiszerelhető mechanikus szerkezet volt, ami az ülést magasba tudta emelni ugyan, de embert nemhogy kilőni, felemelni sem tudott. Hát, pedig volna pár tippem, akit be tudnék ültetni ilyenbe. Mutatom, hogy lett az én drága, pozitív filmhős autómból pár perc alatt gonosz. Utoljára ott tartottunk, hogy megjött a lámpafólia. Csak be! A nevem Knight, automata, robogó robot, röviden Car. Jött egy ilyen kérdés. Amikor az SPM fokozatot kapcsolták a sorozatban, az a panel, az SPM és az EBS gombok hol voltak a műszerfalon? Erre nincs jó válasz, ugyanis nem voltak sehol. Soha nem látunk úgy műszerfalat, hogy az SPM és az EBS gombokat látnánk bárhol. A jelenleg elérhető infók alapján a panel, ami ezeket a gombokat tartotta, soha nem volt műszerfalba beépítve, autóba főleg nem. Stúdióban egy asztalon elhelyezett panel volt a gombokkal, ott vették fel a kamerával, ahogy ezeket nyomkodják,
így autóban helye nincsen. Motorozzunk egy kicsit. De nem így. Lássuk, milyen motorok voltak az autókban. A legtöbb autóban, amit a forgatáshoz használtak, ugyanaz a motor volt, mint az enyémben. A 305-ös gyári GM blokk, 5000 köbcenti, V8, 80-as évek elejét írjuk, tehát karburátoros motorokról, ugyanakkor már kompjútervezérelt karburátorosokról beszélünk. Na, ezeket szépen ki is szedték. A kompjútert teljesen lekötötték, sem a 4 torkú karburátort nem kompjútervezérelte, hanem régi fajta mechanikus megoldás. Ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy a modern kompjútervezérelt karbit kicserélték egy ugyanolyan quadrajetre, csak a 70-es évek végéről, aminek mechanikus volt a szabályozása. És még az elosztót is átszerelték a komputeres vezérlésről a vákumos elosztóra. Így az egész rendszer igénytelenebb lett, ezáltal könnyebb lett karbantartani és szerelgetni. Még a légszűrő házakat cserélték ki mindegyiken, egy jóval kisebbre, a régebbi modellekét tették rá. A főkaszkadőr Jack Jill elmondása alapján volt egy vagy két darab nagyobb motoros V8-as is, a 350-es motor, ez 5700 köbcenti, és volt egy V6-os, a Cabrio. Ez egyébként a mai napig létezik, Orlandóban van valami múzeumban. Tehát ezt meg is lehet nézni még mindig. Szinte az összes kocsijuk, amit használtak, automata váltó. Egy biztosan volt, ami cucaváltó. És erre bizonyíték is van, abban a részben, amikor belesüllyed a savba, és kihúzzák onnan... Látszik a kuklung! Kuklung! Látszik a kéziváltó kulisszája, meg a kuplung pedál. Persze automata, meg szeretjük, meg minden, de szinte az összesben kicserélték a váltót egy régebbi fajtára, ugyanis ezeket az autókat, az enyémet is négysebességes automatával szerelik, na, ezt ők szépen kidobták, és a legendásan hosszú életű és igénytelen, szinte karbantartásmentes turbo 350-es váltót rakták bele, ami csak háromsebességes ugyan, de a világ végre elme, és talán, bár ez inkább csak az én tippem, picit talán nyomatékosabb is lett vele a kocsi. Sokszor láttam ilyen hozzászólást, hogy az az eredeti kit volt, a Hasselhoffnak volt a saját kocsija. Nem. Ne higgyétek el. David Hasselhoffnak soha nem volt olyan autója, amit a filmben használtak. Csak replikái voltak. Abban volt neki több is, meg el is adta őket, meg árverezte, de soha nem volt olyan autója, ami a filmben, forgatáson valóban kamera előtt létezett volna. Egy darab alkatrésze volt, ami 10 évig a házának a falát díszítette, azt hiszem talán a nappaliában. Megkapta a stúdiótól a filmben használt autónak az orrát, ködlámpákkal, szkennerrel. Ezt az orrot egyébként Joe vette meg. Az a Joe, akitől a legtöbb infó származik, ő írta a könyveket, és ő kutatja a teljes Knight Rider történelmet. Szóval ez most nála van. A filmben használt autók szkennerei nagyon hasonlítottak arra, amiket mostanában használunk, főleg az enyémre, mert ilyen Joe-tól vettem, ő meg a filmbeliről másolta. Nyilván azok nem ledesek voltak, 8 darab, egyenként 55 wattos halogén izzó világított az orrán. Gondold már, mennyi idő alatt szívta le az aksit, 8x55, több mint 400 watt. Én tudom, én is ilyennel kezdtem, nem is ez a lényeg. A szkenner vezérlése relékkel volt megoldva. Na most képzeld el, amit te a filmben láttál, hogy megy a piros szkenner jobbra és balra, annak az effektnek a valóságban olyan hangja volt, hogy kattogtak a relék. Hát az eredeti forgatás alatt lévő autók szkennere nem úgy hangzott, ahogy mi a filmben halljuk, hanem úgy hangzott, hogy tak-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 tak. Jó, az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez csak az első szkennereknél volt így. A forgatás alatt később átdolgozták őket. Is there any question? Maradt még megválaszolatlan kérdés, írjátok meg nyugodtan kommentben, aztán maximum csinálunk még egy ilyen részt. Én most búcsúzom, nagyon boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, és ne feledjétek, a szemüveg hallásra nem való, viszont látásra!